Michael és René gyümölcsökből készít csokrokat. Kemény munka kellett ahhoz, hogy franchise vállalkozásaik sikeresek legyenek. Emellett azonban szerintük az adakozás is elengedhetetlen a növekedéshez. Néhány éve Mike egy jól menő étterem vezetőjeként még teljesen másként tekintett az adakozásra. Azelőtt senki sem magyarázta el a vetés és az aratás törvényszerűségét, vagy a tizedfizetést. Gyűjtésnél általában annyit dobtam a kosárba, ami éppen a zsebemben volt. Az adakozásra senkit sem lehet kényszeríteni. A férjemet békén hagytam, és én is csak annyit dobtam a kosárba, ami éppen nálam volt. Tudtam, hogy a feleségem fizeti a tizedet, és értem is imádkozik. A házaspárnak közben két gyermeke is született. Mike-ot az egyik istentiszteleten egy prédikáció szíven találta. Először hallottam olyan prédikációt, ami kifejezetten a rendszeres adakozásról és tizedfizetésről szólt. Akkor döbbentem rá, ha az ember ezt elmulasztja, akkor tulajdonképpen Istentől vesz el. A tizedfizetés mellett támogatói lettek a CBN-nek is. Katasztrófa esetén a CBN mindig az elsők között ér ki a helyszínre. Sok embernek jelent ez rendkívüli segítséget. Mi egyedül nem tudnánk ennyi rászorulót elérni. A következő pár évben Mike-ot többször előléptették, és a fizetését is emelték, majd a cégnél eltöltött 13 év után hirtelen elbocsátották. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de békességet éreztem belül. Tudtam, hogy minden rendben lesz. Mike munkanélküli segélyért folyamodott, és csökkentették kiadásaikat. A tizedfizetést és a CBN támogatását azonban nem hagyták abba, ezúttal már Mike elhatározásából. Szerettem volna hűséges maradni Istenhez, mert ő is hűséges volt hozzánk. Isten arra vezette őket, hogy vegyenek át egy franchise vállalkozást, amely gyümölcsokrok készítésével foglalkozik. Mindig is hittük, hogy bármilyen is legyen a gazdasági helyzet, Isten meg tud segíteni. A vállalkozás nagyon hamar beindult, szinte azonnal nyereséget kezdett termelni. Minden évben fejlődtünk, és ahogy növekedtünk, egyre többet adakoztunk. Három sikeresen működő üzletükért Istennek adják a dicsőséget. Végig abban hittünk, hogy Isten vezetni fog bennünket. Bölcsességért imádkoztunk, és vezetésért. Ő pedig válaszolt az imáinkra. A kölcsönös adás törvénye működik. Isten munkájánál nincs jobb befektetés.